hogy tiszta vizet igyanak az állatok, persze nyilván ez a fiatalokra nem vonatkozik, de ránk sem, mert mi is csak vizet szoktuk inni. Úgyhogy szóljon ez a dal most, tiszta vizet igyanak az állatok. Ja, Istenem! Tiszta vizet igyanak az állatok, nagyon szépen köszönjük még egyszer a megtisztelő figyelmet. Engedjétek meg, hogy két, illetve három dolgot ott mondjak el, ami nagyon fontos. Az egyik az, nem tudom hányan tudják, hányan nem, de mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre. Ez így Uraim Irigy 2015-ben, tehát jövőre már 25 esztendős lesz. És hát ezt csak is nektek köszönhetjük. És hát ez alatt a 24 év alatt most még csak azért megtanultunk egy fontos dolgot, hogy egyetlen egy fellépés helyszínről sem megyünk úgy el, hogy ne mondjuk valami fontos dolgot is, ne csak, hogy mindig marháskodjunk, meg üljünk. Úgyhogy egy olyan gondolat következik, aki megfogadja, én garantálom, hogy biztos vagyok benne, hogy pozitív irányba változik az élete. Ez 1000%. Csak tartsátok be a szabályait, amit most mondani fogok, és figyeljétek meg, hogy ez akár már holnap reggeltől érezhető lesz ez a változás. Tehát a mai fontos gondolatom pedig így szól, hogy ha valaki már ma este piszkető fenékkel fekszik, az kaki súllyal fog felébredni. Erre mindig nagyon-nagyon vigyázzatok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer, a Jóisten áldja benneteket. Következik itt a színpadon LL Junior. Sziasztok, csók mindenkinek. Ciao, ciao. Köszönjük szépen.